Már negyedik alkalommal rendezték meg a Magyar Honvédség előadó művészeti tehetségkutatóját, a Lehet egy csillaggal több című versenyt. A megmérettetésre az ország számos katonai szervezetétől 24 produkcióval összesen 67 fő jelentkezett. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Magyar Honvédségben ilyen tehetségek dolgoznak velünk együtt, és mindig nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és a biztatásaimat, illetve a tanácsaimat megfogadva ezek a produkciók, ezek a személyek, kollégák tovább képezik magukat, és mindenki megelégedésére fogják szórakoztatni majd lehetőség szerint a közönségüket. A döntőben két számot, egy vadonatúj produkciót, illetve azt, amivel bejutottak, kellett előadniuk a versenyzőknek. A végső megmérettetésen, hangszeren, énekben, klasszikus és modern táncos produkciókban mutatták meg tudásukat a döntősök. Számomra ez is egy ugyanakkora lehetőség volt, mint az X-Faktor volt. Nyilván az X-Faktor az egy nagyobb kaliberű dolog, egy nagyobb ugró deszkaszerűség, és így nagyon örülök, hogy itt is részt vettem, megmutathattam a tehetségemet, és bebizonyítottam, hogy igenis tudok szöveget írni és rappelni, és hogy a rappel is lehet művészien kifejezni magamat, csit lírai formát próbáltam önteni, nagyon élveztem. A tehetségkutató célja egyrészt az volt, hogy újra felfedezzék a Magyar Honvédség kulturális értékeit és bemutassák a tehetségeket. Másrészt szerették volna megmutatni a honvédelem, a katonai életpálya iránti érdeklődőknek is, hogy a honvédség kötelékében szolgálni mennyire sokszínűen lehet. Ezt a fajta töretlen jókedvet és lendületet, amivel idejöttek és ide tették magukat, ezt nézve azt gondolom, hogy ez mindenképpen siker. A zsűri döntése alapján, a versenysorozatban nyújtott kiemelkedő művészi teljesítménye alapján az év csillagadíjat Kunturzó Ágnes vehette át. Még nagyon nehéz felfogni, hogy ezt elértem. Eszméletlenül jól esik. Szerintem, hogyha hazamegyek, az lesz az első, hogy elbőgöm magam, mert még nem dolgoztam fel. Fantasztikus, hatalmas élmény, és nem tudom még, hogy milyen lehetőségek jönnek vele, de már nagyon várom azt is.